Ebben a szekszárdi dűlőben történt a tragédia. A három áldozat egy tanyában főzte a pálinkát, hogy pontosan mi történt, azt sem a katasztrófavédelem, sem a rendőrség szóvivője nem árult el. A helyiek robbanást sem hallottak, így nem lehet tudni, mi vezetett a tragédiához. A rendőrség közigazgatási eljárást indította, ez azt jelenti, hogy kizárták az idegenkezűséget. Innen néhány tíz méterre található a Dűlő nevével megegyező utca. Ott próbáltunk helyieket megkérdezni, mit tudnak az esetről, ám mindenki tőlünk hallott róla először. Ketten azt mondták, az övék nem olyan környék, ahol bárki is pálinkát főzne otthon. Pedig pálinkát bárki főzhet magának Magyarországon, és a NAV adatai szerint sokan főznek is. Tavaly több mint 21 ezer házi üstöt jelentettek be, és nagyjából 85 millió forintot fizettek be az államkasszába az otthon desztillálók. A házi pálinka főzéshez csak egy desztilláló berendezésre is arra van szükség, hogy a főzés szándékát bejelentsék a helyi önkormányzatnál. Ezt követően minden liter pálinka után 700 forintért párlatadó jegyet kell rendelni az adóhatóságtól. Évente minimum 5 és maximum 86 darab jegyet lehet igényelni, és a kifőzött pálinka tiszta szesz tartalma nem lehet több mint 50%. Bár sokan készítenek házilag pálinkát, a folyamat még a készen vásárolt berendezésekkel sem veszélytelen. A leggyakoribb tragédiaforrás, hogy a nyomás alatt lévő rendszer felrobban. Ilyen esetből minden évben több is előfordul Magyarországon.